Azt szeretném megkérdezni a Kalóhírek részéről, hogy a Jobbik az korábban közismert volt arról, hogy egy uniószkeptikus párt. Most pedig amiatt emelt szót, hogy ne engedjük, hogy Orbán Viktor kivezesse az unióból az országot, holott állítása szerint ez nem célja. Most a Jobbiknak ezt a párfordulását jól látom, vagy valami más magyarázatot tudna ráadni? Párfordulás nincs, valóban van hangsúlyváltás. Ugye a Jobbik egy EU-kritikus párt volt, és bizonyos szempontból most is kritikusak vagyunk, nagyon sok kritikánk van az Európai Unió működéssel kapcsolatban. Ezekről a mostani sajtótájékoztatón beszéltem is, ugye mind a bevándorlás, mind az európai bérkülönbségek kapcsán vannak komoly kritikáink, de azt gondoljuk, hogy mi korábban volt egy olyan irányvonal, amely élesen szemben állt a tagállamoknak az akarataival, akaratával szemben. Most látunk lehetőséget arra, hogy részt vegyünk az Európai Unió jövőjéről szóló vitában, és hogyha Magyarország nem vesz részt most ebben, akár formálisan kilép, vagy formálisan nem lép ki, csak tartózkodik, akkor a mi fejünk fölött fognak meghozni olyan döntéseket, amelyek minket is nagyon súlyosan érinteni fognak. Tehát azt mondjuk, hogy talán a Brexit egy intőjel most az Európai Unió vezetőinek, hogy belássák, hogy nagyon sok dologban téves vagy rossz álláspontot képviseltek, és abban bízunk, hogy a Brexit egy kiúzódító pofonnal ér fel, és például a bevándorlás, a tömeges munkaerő elszívás, a kelet és a nyugati tagállamok közötti óriási esélyegyenlőtlenség kapcsán például lehetőség lesz egy igazságosabb, egy szolidárisabb Európát felépíteni. Meglátjuk, hogy lesz-e